Fantasztikus felnőtt országos bajnokságot zárt a Tatajak 15 éves párbajtőrözője Büki Lili, aki egyéniben bronz, csapatban pedig aranyérmet nyert, miközben kétszer is legyőzte az olimpiai bajnok Szász Kovács Emesét. A fiatal vívót és edzőjét Plásztán Natilát köszöntöm itt a stúdióban. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttetek ide hozzánk, és erről a fantasztikus sikerről, és hát Liliről beszélhetünk, mert azért ez a teljesítmény úgy gondolom, hogy, hogy, hogy döbbenetes. Hadd kezdjem veled! Ü Számítottál erre? Gondoltad, hogy ez most meg lehet? Hát nem, egyáltalán nem. Ö, hát jól ment a vívás után a második napon, de hát erre egyáltalán nem gondoltam. Emesével vívtál már egyébként? Ö, igen, és nagyon kikaptam előtte, úgyhogy... Mi történhetett most, hogy kétszer is sikerült? Ő fogott ki rossz napot, te fogtál ki jó napot, vagy, vagy, vagy még sok minden más is volt itt? Előtte. Hát szerintem mind a kettő, <kül> és és hát ugye tudtam, hogy tét nélkül vívhattam, ugye, már, nem én voltam az esélyes. Úgyhogy így felszabadultan sikerült. Attila, mit tud Lili? Mi az, amiért már most 15 évesen ott lehet egy felnőtt bajnokságon, amiért bekerült egy olyan csapatba, ahol 22 éves, 17 éves társak vannak? Lili egy nagyon szorgalmas, nagyon szorgalmas, nagyon jó alany amellett egy tehetséges vívó is, tehát a saját korosztályban ő tavaly még serdő volt, tehát a tavaly, nyári szezonnal zárult le, ott megnyerte az összetett ranglistát, idén pedig a, a, saját korosztályában ott harmadik, a kadett korosztályban harmadik a válogatott ranglistán, a juniorok között ott második, és a felnőttben is az első tízben van, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a, ebbe a felnőtt mezőnybe is bárkivel szálljon szembe, 50 esélyt tudnék adni, leszámítva az emesét, ott inkább csak 30-at adnék arra, hogy, hogy győztesen hagyjuk el a pástot, de ezen a hétvégén nagyon jól mennek ki a vívás. Nagyon nehéz ága volt, egy 100%-os kör teljesített a selejtező napon, utána még két meccset kellett nyerni a 32 be utásért, majd a 32-től csak felnőtt válogatott vívókkal vívott a legjobb négyközi utásig és hát egyre nehezebb ellenfelek következtek, és Lili nagyon, nagyon szépen megoldott ezt a feladatot. Nem izgult, ügyesen vívott, bátran vívott, és, és ez gondolom az ellenfeleket is meglepte, hogy nem volt megilletődve, és nagyon, nagyon szépen teljesített. Lili, hogyan kezdtél el vívni? Hogyan találtad ezt meg magadnak? Mert azt gondolom, hogy, hogy mindenki valamiben tehetséges, és a sportágak is ugye számtalan közül lehetne választani, de hogy sikerült pont ezt megtalálni? Hát én előtte hat évig teniszeztem, meg ugye olyan csapatsportokat is kipróbáltam, és a apa egyik barátja, Kovács László, ö, ő ugye vívóedző, és nála kezdtem el vívni. De honnan jött azért, mert hát, ezt is kipróbáltad? Mert ő is... mondta, hogy... Hogy lát hogy benned ez esetleg a... valamit? Hát nem azt, hogy lát bennem, csak hogy próbáljam ki már, hogy ez egy tök jó sport, és így. És hogy ragadtál meg itt, hiszen mondtad, hogy akkor kipróbáltál már más, és mi volt az, ami megfogott benne? Hát nem tudom, ugye izgalmasabb volt a többi sportnál, mert itt mindig van esemény, meg minden, nem úgy, mint például úszásnál, vagy nem tudom hát az szerintem. úszás az elég mondat így igaz? Igen, hát és így itt leragadtam mi az, amiben még a szorgalomon kívül ez a tehetség, ez megmutatkozik Liliben? Mi kell ahhoz, hogy valaki igazán jó vívó legyen? Mit tud száz szemese, amitől olimpiai bajnok lehet? Tehát biztos, hogy kell valami, amivel egy kicsit több van bennük, mint a többiekben. Hát egy borzasztó nagy kitartás kell, és szorgalom, tehát a, és egy rengeteg melót el kell végezni. Tehát borzasztó mennyiségű munkát kell elvégezni. Igen, de azt gondolom, hogy ha itt van egy hasonló korú kislány, Igen. és akkor azok elkezdenek együtt vigni, akkor talán mind a kettő kellően szorgalmas. Hogy tud valaki szorgalmasabb lenni az edzésen a másiknál, vagy ő az, aki inkább ott marad, és még akkor is csinálja, amikor a többiek nincsenek ott? Nem, nem, nem feltétlenül. <hým> tehát itt, 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 tulajdonképpen fejbe is nagyon sok minden eldől. Tehát, van, aki például a edzéseken nagyon jól tud teljesíteni, és például elizgulja. Ez is egy adottság, hogy a versenyen ki tudja magából hozni a maximumot, hiszen hiszen amikor nyomás alatt van, hogy úgy mondjam, tehát tétre megy, akkor már nem biztos, hogy olyan magabiztos, nem fog úgy találni, és a Lilibe megvan ez, hogy hogy ő a tért spanolja, tehát még élesebb lesz, hogy úgy mondjam, és nagyon nagy, nagyon nagy hatásfokkal, magas hatásfokkal tudja végrehajtani az edzésen begyakorolt ö, ö, akciókat, hogy úgy mondjam, és, és ö, azt kell mondanom, hogy nagyon, nagyon gyorsan tud váltani egyik ellenféről a másik ellenférre, ez is fontos, az alkalmazkodás, tehát mennyire tudok alkalmazkodni, mennyire tudom irányítani a meccset. A Lili egy kifejezetten támadó vívást vív, korából is adódik, talán nem szeret halogatni, ő oda megy, ő szereti elvarni a szálakat, de majd ez később lehet, hogy változni is fog, egyelőre ez így teljesen rendben van, egyébként egy nagyon jó, jó szép stílust vív, én úgy gondolom, hogy iskolázott vívása van, és hát fejbe is, fejbe is rendben vannak a dolgok, úgyhogy hogy nagyon bízok, hogy a saját korosztályában, most egyenlő beszélünk arról, saját korosztályában meg fogja találni a, a és is a helyét, és hogy ott nagyon szép sikereket fog elérni. 15 évesen milyen a technikai repertoári egy versenyzőnek? ilyenkor már elvileg megvan minden, és csak tökéletesíteni kell, vagy azért még bőven van mit tanulni? Én úgy gondolom, hogy 17 éves korára mindent fog tudni. Most, most már majdnem mindent tud, természetesen nem tud mindent egyformán. A, amiben nagyon jó, azokat, azokat minden nap gyakoroljuk, és ami, ami amiben kevésbé jó, azt is. Hát, azt meg azért. azért. <laughs> Így van, tehát komplex vívót kell nevelni, meg kell tanítani támadni, védekezni, közbe támadni, tehát ő, ő ezekben egész jó. Néha, néha úgy nem bízik bizonyos akciókba, de én szerintem iskola közül már teljesen jól csinálja őket, majd egyszer csak ezt át, átépül neki a, a vívásába, és a, amikor már edzésen megy, az még nem azt jelenti, hogy verseny is meg tudja csinálni, és egyszer csak e, majd verseny is ezt, ezt maximális jó technikával fogja tudni végrehajtani, és hát akkor bizony nagyon nehéz lesz vele vívni. Hát sok szépet hallottunk róla, Lili, meg azt, hogy mit is kéne tudni. Én arra lennék hogy te, amikor vívsz, akkor mennyire gondolkozol, vagy mennyire tudod tényleg ezeket, ezeket a terheket mondjuk hátra, vagy mennyire spannolt, igen. Tehát hogy állsz oda a pástra, amikor ott előtted mondjuk egy szemeset? Hú, hát ez egy nehéz kérdés. Mire gondolsz, itt vagyok, és akkor most meg lesz, vagy érted nem is gondolkozol, hanem egyszerűen csak bele csináljuk, hogyan állsz ki? Hát igazándiból nem is tudom, nagyon nem tudok közben gondolkodni, mert hát nyilván ugye izgulok, meg minden, és, és ez, ez, ez nehéz, de öm, hát nyilván a nyerni akarás az bennem van, mindig, és hogy milyen jó lenne nyerni, de... És érzed azt, hogy amikor, amikor támadsz, akkor, akkor mondjuk mennyire tudsz arra odafigyelni, amiket tanultál, mennyi, ami ösztönösen jön, és mennyi, amit inkább ilyenkor elhagysz, mert az még ne, nem annyira... Nem, én nem tudom, én nem nagyon tudok közben ott figyelni, hogy na most akkor ezt fogom csinálni meg, hanem... Tehát nem gondolkodom, ami jön. jön, igen. Milyen verseny áll most előtte? Azt gondolnám, hogy egy ilyen eredmény után, akkor biztos a felnőtt mezőnyben ott lesz, de hát azért még ő korosztályban máshol van. Milyen versenyekre kell ilyenkor még menni egy ne? Ki túl, túl korán. Hát mi, mi most a versenyszezon közepén vagyunk, körülbelül a felénél tartunk. Március elején lesz neki a korosztályos Európa-bajnokság, tehát arra a válogató versenyekből még most igen sok hátra van. Most hétvégén lesz a Junior Országos Bajnokság egyéni csapatküzdelme, és a következő hétvégén Burgosba utazunk egy Junior világkupa versenyre, hiszen a juniorok között is kettes a a ranglistán, tehát ö, ott is a, a válogatottság küszöbén áll, hogy úgy mondjam, aztán lesz egy, egy kis szünet itt az ünnepek alatt, a két, ünnepek, két ünnep között lesz egy ö, ilyen rövid edzőtábor, majd január első hétvégén Udinébe utazunk, junior világkupa, utána Pozsonyba a kadett saját korosztályos körverseny, majd ö, egy hét szünet, utána mivel megnyertük a felnőtt bajnokságot, elutazunk a Bekre Olaszországba, majd lesz egy junior világkupa. Tehát ez, ez most Hú, gyakorlatilag szép, hétről hétre? Volt így van, hétről hétre ö, versenyek vannak, nagyon fontos versenyek, tehát ö, itt minden héten toppon kell lenni, mert ö, minimálisak a különbségek a versenyzők között, hogy úgy mondjam, ettől is erős talán most a, a korosztályos női párbajtól válogatottunk és hát akit válgatottak akar lenni, annak minden, minden, héten a maximumot kell nyújtsa, és mikor megérkezünk a világversenyre, ott pedig megpróbálunk egy éremmel hazajönni. Köszönöm szépen, én még egyszer gratulálok, Köszönöm. és további sok sikert, és majd figyeljük természetesen, hogy ugyan sikerült teljesítened. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük mi is.